Köszöntöm a Sportkorzó nézőit, és üdvözlöm a vendégemet, a Pomázi Futóbajnokok ESE vezetőjét, Salai Zsuzsannát. Szia! Szia, én is szeretettel köszöntök mindenkit. És azért hívtunk meg téged a mai műsorba, mert a jövő hétvégén lesz a Skanzen futás, és ezt a ti egyesületetek szervezi. És mielőtt még erre a versenyre rátérnénk, arra gondoltam, hogy egy kicsit mesélhetnél nekünk arra, hogy hogyan jött a futás az életedbe. Hogy volt ez pontosan annó? Annó ez teljesen váratlanul jött. Igazából ugye én soha nem sportolhattam a szívem miatt, és elkezdtem kerékpározni 6 évvel ezelőtt, 2013. május 1-én, a napjára is pontosan emlékszem. És aztán fél év alatt fölkészültem egy ultratávú versenyre, ahol 317 kilométert letekertem. És miután ez egy futóverseny volt, és én csak betétszámként, ugye bringásként részt vettem, és rendes rajtszámmal, meg mindenes életemben először láttam ezt az egészet, ezt a világot, és én annyira elvarázsolódtam a futóktól, hogy én emlékszem, hogy most is libabőrös leszek tőle. Tehát én egyszerűen beleszerettem ebbe az egész feelingbe, meg abba, amit képviselnek ebbe a sportba. Tehát bringáztál, és a versenyen, ahogy bicikliztél, futottak melletted az emberek, és abba szerettél bele, hogy ők ezt szenvedélyesen űzik. Igen, és ugye ez egy ultrafutás, és ott láttam azt, hogy ez mivel jár, hogy itt micsoda felkészülések vannak, meg micsoda emberfeletti dolgok, és teljesen azt gondoltam, hogy ez bárki számára egy járható út lehet, és én így kezdtem. Mitől válik ez szenvedély? Mert az, hogy az ember elkezd biciklizni, ugye akkor 6 évvel kell visszamennünk az időbe, azért az is, hogy utána pedig már több 100 kilométereket biciklizzen, azért ott van egy nagyobb szintkülönbség. Igen. Hogyan alakult ez? Hogyan volt ez az út? Hát ez nem simán megy. Tehát ez nem úgy történik, hogy az ember kitalálja, másnap elkezd bringázni, és akkor egy hónap múlva meg már milyen könnyedén megy minden, hanem mint egy életgörbe, ugye különböző cikcakokba. Tehát én is először ugye elkezdtem szépen edzeni, elkezdtem kisebb távokon tekerni, csak annyi volt a különbség, hogy türelmetlenebb voltam, és igazából az első ilyen komolyabb utam az egyébként itt volt, Pomáz, Visegrád, és akkor dobogókör, tehát egy ilyen 70-80 kilométeres kör. De ez már mondjuk több heti edzés után. A domborzati viszonyok is azért megnehezítették rendesen akkor. Hát mondhatom azt, hogy szerencsés vagyok, hogy olyan helyen lakom, hogy 200 métert kell fölfele menni, hogy hazaérjek. Ezért ugye, ahogy tekertem, én mindig lefele indultam, és mindig fölfele kellett hazajönni, tehát elég hamar kialakult az állóképesség. És ugye a futásban ugyanez volt, hogy én elindulhattam futni, mert nyilván nem kilométerekkel indul el az ember, hanem először ugye szépen fokozatosan én is 500 méterrel meghalva a ház körül, tehát ezzel a stílussal kezdtem el futni. Viszont minden alkalommal, akármerre indultam, én mindig lefele mentem, és hazafele meg dombon kellett menni, és ugye ez teljesen más állóképességet ad az embernek. Hogyan szeretted meg a futást? Tehát mondtad, hogy volt itt ez az időszak, amikor, hogy mindenki hozzááll a futáshoz, na hát, hogy én aztán nem. Igen. És akkor most meg már mondhatjuk, hogy ultra maraton futó vagy, hiszen holnap után 111 kilométert fogsz futni, ami egy hatalmas táv. Igen. Hogyan lett ez? Hogyan volt ez az út? Hát ez is nagyon érdekes, mert ez se úgy indul, hogy az ember rögtön szereti, és mindig, amikor mondja valaki nekem, hogy ő nem tud futni, és sose szerette, és akkor mindig mondom neki, hogy senki nem szereti. Tehát senki nem úgy kezd el futni, hogy én már pedig szerelmes lettem a futásba, és futni fogok. Sőt, kimegy, és először fáj a tüdeje, meg nem vesz rendesen levegőt, meg majd meghal, meg fájnak az izmai. De egyszer csak én azt szoktam mondani, hogy ha valamit kitartóan csinálsz általában 21 napig megállás nélkül, akkor onnantól kezdve a szokásoddá válik. Ez így van a futással is. Először szokássá válik, aztán ugye én drasztikusan beneveztem magam egy futóversenyre, amivel ugye szintén átéltem azt az élményt, amit a bringánál is, hogy milyen egy versenynek a hangulata, milyen érzés bejutni a célba, milyen az, hogy neked tapsolnak emberek, és ettől annyira elvarázsolódtam, hogy én ezt akartam még, ezt az élményt, és tudtam azt, hogy ahhoz, hogy megint elmenjek egy versenyre, megint fel kell készülni. És akkor ugye jött az az út, hogy akkor most 10 kilométerre készülök föl, most 15 kilométerre, most 20 kilométerre, és így szép fokozatosan, tehát nem ment ez egy gyors tempóba. Hát ugye 5 éve futok, 1 év volt a teljes felkészülésem az első fél maratonra, 2,5 év az első maratonra, a 3 éves futószüli napomon futottam az első 50 kilométeremet,
És hát ugye most meg 5 éves, március 1-én voltam 5 éves szülinapos futó, úgyhogy a tavalyi év telt azzal, hogy ilyen nagyobb távokat, ilyen 80 és 100 környékét futottam 12 órást. De őszintén megmondom, hogy amikor már eljut az ember oda, és ez egyébként még nem a félmaraton, mert kb. 3 órát kell abba az ütembe futni, hogy az ember agya úgy elkezdjen egy kicsit máshogy működni, és egyszerűen elkezdi elfogadni, hogy te futsz. És abban a pillanatban, hogy elkezdesz ebbe a más állapotba kerülni, ha valaki oda eljut, onnan nincs menekvés. Tehát az egy olyan euforikus állapot, amit nem tudok semmilyen se hasonlítani. Akkor ilyen szempontból mondhatjuk, hogy ahhoz, hogy valaki mondjuk ultratávokat tudjon futni, ahhoz nagyon fontos, hogy fejben, agyban ő nagyon erős legyen? Igen. Én most már azt mondom, hogy tudom, ez durva szám, de mégis így van, 90% fejben dől el. Ha összehasonlítjuk egyébként az erőnlétedet, mondjuk 2013-as évhez képest és most, akkor mit tudsz elmondani, illetve akár hogyha csak azt nézik, hogy mondjuk hogyan kezdted, tehát mondjuk mennyit futottál a hetente, mondjuk hányszor és hány kilométereket, és most ez hogy van az életedben? Hát ugye, amikor kezdtem, akkor az is egy nagy cél volt, hogy egyáltalán eljussak oda, hogy 5 kilométert lefussak. Vagy ha még egy picit visszamegyek, akkor a bringába emlékszem, hogy abban az első fél évben, amíg készültem arra 317 kilométerre, hányszor tekertem föl dobogókőre, és hányszor haltam meg menet közbe, fejbe. Ehhez képest eltelt ugye 6 év, vagy a futásba 5 év. Most olyan heti 100 kilométer környékét futok edzésként, és hogyha föltekerek dobogókőre, akkor mindig eszembe jut, hogy majd jön majd az az emelkedő, ami tudom, hogy olyan nagyon nehéz, és közben már rég fönn vagyok, és még mindig nem jött az az emelkedő, tehát ugye már teljesen másképp érzékelem azt az emelkedőt, és pedig azért nem gyenge dolog föltekerni dobogókőre, vagy nem tudom hányszor megfutottam már a kékest, és ott is ugye emlékszem az első kékes tekerésemre, hogy mennyire nehéz volt. Ehhez képest most meg már olyan könnyedén fölmegyek, hogy hihetetlen. Óriásit tud az ember változni. És ugye, ami talán fontos lehet, hogy a férjeddel is szoktatok együtt futni. Ezt hogyan kell elképzelni? Váltófutásként, vagy akár ez hobbi szinten, profi szinten? Mit jelent ez pontosan? Hát ugye egy bizonyos szintig, olyan maratoni távig együtt edzettünk, meg most is vannak közös futásaink, hogyha együtt edzünk. De együtt is kezdtétek? Nem. Ő fél évvel később a tudta nélkül beneveztem egy futóversenybe. És így letettem az asztalra elé, hogy egy hónap múlva le kell futni a 5 kilométert, és annyira sokkot kapott, hogy azt mondta nekem, hogy te nem vagy normális, ezt miért csináltad velem? Mondom, azért, mert kellett egy váltótárs, te vagy az életem párja, hát kivel fussam, ha nem veled? És ugye így indult az egész egy fél évvel később, és akkor ő is elkezdett, és őt is elvarázsolta az első futóverseny. És akkor elkezdtünk ugye azt, hogy nyilván ugye ő is a munkájából kifolyólag nem mindig tudunk együtt edzeni, de hogyha együtt edzünk, akkor nekünk például ott élünk beszélgetős családi életet, tehát rengeteg dolgot ott beszélünk meg futás közben, órákon keresztül, hogyha olyan verseny van, amire mondjuk párosba nevezünk, akkor ugye váltófutás van, tehát ott nem együtt futunk. Mi jobban szeretünk olyan versenyre menni, mint például most is ugye holnap után, hogy megyek, én egyénibe futom, az Attila meg egy barátjával párba futja ugyanezt a távot, ezért szakaszonként találkozni fogunk, mert ott lesz mellettem, és akkor futhat velem, és mi ezt szeretjük. De például van olyan, hogy elmegyünk egy félmaratonra, ugye egy budapesti versenyre, és akkor ott meg rendszeresen együtt szoktunk futni, mert ha egy távon futunk, akkor általában kézen fogva szoktunk beérkezni a célba. Ez milyen szempontból fontos, vagy milyen többletet ad az, hogy mondjuk együtt értek a célba? Hát először is segítjük egymást, sose vagyunk egyforma állapotban, tehát mindig valaki vagy jobban van, vagy rosszabbul, tehát olyan soha nincsen, hogy mind a ketten flottul vagyunk, valakinek éppen mindig húzni kell a másikat, ez az egyik. A másik meg az, hogy 31 éve együtt vagyunk, tehát egyszerűen elképzelhetetlen számunkra az, hogy ne együtt történjen meg egy ilyen élmény, és nyilván már a több századik versenyen túl vagyunk, és ott hagyhatnánk egymást, és utána megvárnánk, de az nem ugyanolyan. Ezt mi nem szoktuk ilyen véresen komolyan venni, hogy úristen, most ha én 3 perccel hamarabb beérek, akkor ez nekem milyen fontos. Sokkal fontosabb az, hogy együtt legyünk. Tehát nem az idő eredménye a lényeg. Nem.
És egyébként esetleg fel tudsz idézni konkrétan egy olyan történetet, vagy akár egy konkrét futóversenyt, amikor az volt, hogy akár te, vagy akár a párodnak a lélek jelenléte kellett, vagy csak szimplán az, hogy ott voltatok egymás mellett, hogy tovább lendített téged, vagy őt a mély ponton? Igen. Aha. Olyan is előfordult, amin együtt futottunk, ez tavaly Rómában a maraton volt, és olyan is volt, hogy a 12 óráson kijött kísérni, és ott lendített át egy holdponton. A római maraton az azért volt különleges, mert előtte való nap becsípődött a jobb csípőmbe egy ideg, és ez begyulladt az lefele menő úton. 15 órán keresztül ültünk az autóba, és 15 óra múlva úgy szálltam ki, hogy nem bírtam lépni, és tudtam, hogy két nap múlva maratont futunk, és elképzelni nem tudtam, hogy a túróba fogom ezt végigcsinálni, és nagyon-nagyon izgultam, és még arra is koncentrálni kellett, hogy ugye az egyesületből 9-en voltunk kint, és hogy ugye mindenkinek minden élménye meglegyen, és közben ugye fejbe meg ott vagy, hogy szakad rólad a víz, annyira fájdalmaid vannak, és ezt ugye a párod próbálja valamilyen szinten kezelni. Nyilván ismer, nyilván tudja, hogy reagálom le a dolgokat. Nagyon nehéz volt, mindegy, elindultunk a versenyen, és 30 kilométernél volt az a pont, amikor életemben először azt mondtam, hogy nem bírok tovább lépni, és föl kell, hogy adjam. És semmi más nem mondott, csak annyit, hogy Phoenix madaram, ilyenkor szoktál te életre kelni, ne izguljál. És megkerestük az orvosi sátrat, egy kicsit lekezelték, lejegelték a lábamat, meg a csípőmet, és akkor... Nem ez volt életem legjobb ideje, tökre nincsen jelentősége, viszont az, hogy végig ott volt mellettem, és végig tartotta bennem a lelket. A másik szintén tavaly volt ugye a 12 órás Velencei tónál, ez egy magyar bajnokság volt, és oda ő kísérőként jött, ráadásul délelőtt még levezényelte a saját versenyünket, mert egy időben volt a kettő, és leérkezett olyan 2 körül, én már ugye akkor 6 órája futottam, és 10 óra 30 percnél gondolta azt a gyomrom, hogy neki köszöni szépen, de itt mindenki kívánkozik, és sétált velem, 1 kilométeres körön megy ez a verseny, a magyar bajnokság, és 1 kilométeres körön körözünk 12 órán keresztül, ebben a rekkenőhőségben, ami most is éppen van, úgyhogy csodálatos edzettséget igényel, meg felkészülést, és hát ugye, tényleg ott volt ugyanez a fáradtság, hogy egyszerűen azt se tudtam, hogy merre van az előre. Előtte egy fél órával még a gyerekem fölhívott, és mondta, hogy anya, hát most már nem sok van, és mondtam, hogy persze, édesem, tudom, minden rendben lesz. És aztán ugye, hogy jött a rosszul lét, és akkor Ati ott állt mellettem, simiszte a hátamat, és ugyanez a mondat. A kis Phoenix madaram, tudom, hogy mindjárt el fog indulni. És akkor ez így, ennyi, és utána megyek tovább. Nem tudom, hogy történik ez. Ez hihetetlen. De ugyanígy egyébként nála is megvannak ezek a mélypontok, csak ő másképp kezeli. És hogyha már a jövő hétvégi versenyt a pomázi futóbajnokok szervezik, akkor mindenképpen szót kell ejtenünk az egyesületről. Hogyan jött az, hogy létrehozzátok ezt az egyesületet? Mert nem elégedtetek meg azzal, hogy na jó, igen, akkor mi szeretünk futni, hanem ezt a futás szeretetét át akartátok adni, igen, másoknak is? Vagy igen, hogy volt ez? Igen. Nekem ez egy gyerekkori álmom volt, mert én egyébként korcsolyáztam 6 évig, a szívműtétemig, és én nagyon-nagyon szerettem volna világéletemben sportoló lenni. És készült is rólam egy ilyen V8-as, még régi ilyen néma film, még a műtétem előtt, és pont most nézegettük vissza, mert a könyvembe ki kellett venni belőle ilyen kis képkockákat, és mondták, hogy nem is igaz, hogy én nem futónak születtem, mert hogy csak futok azon a videón, mindenhol így rohangálok a képbe. Na mindegy, és én nagyon szerettem volna, hogy ez így megmaradjon, és viszont nagyon sokáig nem beszéltem erről senkinek. És aztán, hogy elkezdtünk futni. Nem mertél? Futni, nem vagy mertem. Miért? Igen. Azt gondoltam, minden embernek szerintem az életében van egy olyan álma, amit nem hiszi el, hogy megtörténhet. Vagy nagyon-nagyon a rejtek helyen a szíve mélyén tárolja, mert biztosan gondolja azt, hogy hülyének nézik érte. Szerintem ez a legjobb kifejezés. És nincsen olyan ember, akinek ne lenne egy ilyen rejtett álma. És nekem ez volt a rejtett álmom. És aztán egyszer így megébredtem éjszaka, és mondtam, hogy
ha addig élek is megvalósítom, én annyira szeretném visszaadni az embereknek azt, amit én érzek ettől az egész úttól, hogy nincs jobb rá, mint az, hogy egyesületet csináljunk. És remegő kézzel hívtam föl azokat az embereket, akiket megkértem, hogy jöjjenek el, és alapítsuk meg együtt, és az alapító tagok ők legyenek. Senkit nem ismertem szinte akkor még Pomázon, ugye mi is még nagyon-nagyon gyerekcipőbe jártunk, amióta ott laktunk, és mégis átmentem ezen a félelmemen, és ezért mondom mindig, hogy a legnagyobb félelmek mögött vannak az igazi csodák, mert tényleg, hogyha az ember ezt megmeri lépni, és előmeri venni azt az álmát, ami a legnagyobb, akkor abból csodák születnek, és nem lesz egyszerű az út. Ezt hozzáteszem. Úgyhogy így indult az egyesület. Hány fővel indultatok, és most mennyien vagytok, illetve kik a tagok, tehát fiatalok, idősek, uh-huh. kiknek szól elsősorban? Hát ugye 10 alapító taggal indult el az egyesület. Most 42 leigazolt tagunk van, de 280-an vagyunk a csoportban, mert vannak olyanok, akik ugye nem az egyesület tagjai szervezetileg, de ott vannak minden rendezvényen segítők, futók, barátok. Tehát egy nagyon nagy kis szervezet alakult ki. A legfiatalabb az 9 éves, a legidősebb pedig 41-es születésű, és még 2 évvel ezelőtt magyar bajnokságon indult a szenior kategóriába. Ők is majd futni fognak a hétvégi versenyen? Hát lesznek, akik ott lesznek, igen, igen. Általában a csapata a saját versenyeinken azon segítőként van. Néhányan szoktak tudni futni is, de általában ugye hát egy ekkora több mint 1000 fős rendezvény azért sok embert kíván, és akkor ilyenkor a csapat az élményt azt megadja magának egy következő napon, de mi máskor futunk a skanzenban, nem ezen a napon, de ott lesznek, igen. És ugye most ez már 4. alkalom, hogy igen. megrendezik a skanzen futást. Ez hogyan indult, és miért pont skanzen? Uh-huh. Hát ez is egy jó történet, ezt most meséltem el pont egy barátomnak, hogy ugye én eredetileg restaurátor vagyok, én templomokat restauráltam, én ide jártam Szentendrére a skanzenba rajzolni, meg a Dunapartra, meg amik képzőművészetire jártam, és rengeteg kötődésem van, meg hát ugye miután templomokat restauráltam, én nagyon szeretem a régi épületeket, főleg, hogy én egy ilyen falusi környezetben nőttem föl, mint amilyen a skanzen. És ugye miután oda nagyon sokat kijártam, ezért adott volt, hogy oda vigyük a versenyt. És én annyit szerettem volna elérni, és úgy kerestem meg a skanzen vezetőségét, hogy miután ez a szakmám, de közben a sport iránti elköteleződés sem is nagyon nagy, ezért én szeretném az embereknek azt átadni, hogy lehet ezt a két dolgot összekötni. Hogy ismerhetik meg úgy az országot és a kultúrát, hogy közben sportolnak, és ezt hogy tudják úgy átadni a gyerekeiknek, hogy az egész egy élménybe van burkolva. És így indult a skanzen futás, és mondtam, hogy én semmi más nem akarok, csak visszafuttatni őket az időbe, ezért is ez a szlogenünk, hogy fuss vissza a múltba velünk, és nem szeretnék felfújt rajtkapukat, meg csili-vili dolgokat, nekünk ugye az egyik pajta épület például a rajtkapu, az van földíszítve, semmi extra dolog nincsen, zsíros kenyér, és locsoljuk az embereket vízzel. Mindenféle olyan dolgot, ami ilyen nagyon modern, azt próbálunk kizárni. Nyilván egy érmet nem tudok kizárni, hiszen minden embernek fontos, hogy a teljesítményét valamilyen szinten elismerjük, de így össze tudtam kötni a kultúrát, a művészetet és a sportot. Merre van pontosan az útvonal? Az egész skanzen területét befutják, 3,5 kilométer a kör, és akkor ugye annak megfelelően, hogy ki mekkora távot fut, egy kört fut, ugye ez 3,5, vagy 2-t, akkor 7 kilométer, ha 4-et, akkor 14, és ha 6-ot, akkor 21. Ezek a típusú távok vannak? Hát meg a gyerektáv a 700 méter, az egy kisebb kör, ott egy tájegységet érintünk, és hát a jövő terve, az már beszélünk róla, mert ugye a skanzen másik oldalán épül ugye az erdélyi magyar rész, és hogyha az megépül, akkor átvisszük a távot, és akkor ki tudjuk bővíteni egy maratoni távra. De ez a terület, ez félmaratonig tökéletes. Milyen kategóriájú indulók vannak? Erről mit tudhatunk? Hát ugye a gyerektávra 1 éves kortól 10 éves korig indulnak a gyerekek, ott van egy határ.
de oda díjmentes is a nevezés, viszont van egy korlát, hogy maximum 300 gyereket engedünk ebbe a korosztályba. És hát igazából, hát tavaly jött Brazíliából úgy egy futó, hogy előtte való héten még egy másik maratont futott, ahol nyert. Tehát ilyen kategóriájú versenyzők vannak, de Magyarországról is, tehát most is ott lesz például nagyon sok olyan ultrafutó, futó, akik nagy nevek. Nem kezdem el sorolni, mert nem akarok senkit megbántani. Olimpikonok, meg olyan terepfutók, akik tényleg nagyon-nagyon világversenyeket nyernek. Van-e most a negyedik alkalommal valami különbség vagy változás az előző évekhez képest? Idén nincsen semmi változás. Mindig egy maximum év... részvevőknek a személyében. A részvevők, így van. Nem, a legelső évben volt változás, mert ugye lement a legelső év, ami egy szakadó esőben volt, és ki kellett vennünk az eső miatt egy területet, hogy nem tudták arra megfutni, és ezért egy picit módosítottuk a távot, de ezt a távot most már, meg ezt az útvonalat, ezt tartjuk minden évben. Nem ebben van a változás, hanem inkább abban van a változás, hogy minden évben kitalálunk valami kis meglepetéseket, úgyhogy általában ebbe szokott lenni a változás. De ezt nyilván most itt az adásban nem fogod elárulni. És egyébként a maga verseny mellett pedig most egy könyv is készül, amit írsz. Ez Igen. most éppen milyen stádiumban van, illetve mit lehet erről tudni? Hát, ez most nagyon nagy izgalom nekem, mert ez annyira abban a stádiumban van, hogy éppen most itt kiszálltam az autóból, és most kaptam meg azt a hírt, hogy jövő héten szerda este kerül a kezembe az egész. Ami azt jelenti, hogy most már hivatalosan is mondhatom, mert eddig nem mertem, de a Skanzenen lesz először kapható a könyv. 4 éve dolgozom rajta, és egy barátom segítségével tudtuk befejezni. Ez erről a elmúlt útról, amin keresztül mentem meg, ami miatt nem sportolhattam a szívemmel, és minden egyéb, minden benne van. Nagyon sokan várják, vagy nagyon sokan olvassák a blogomat. Én ezt az egészet tulajdonképpen így, ahogy van a futással, az egyesülettel mindent összemostam. Tehát ha bárki ránéz arra a feliratra, hogy visszadobtak, szerintem csak én jutok az eszébe, mert tényleg annyira sokan olvasnak, megkövetnek. És nagyon-nagyon várták, hogy ez megtörténjen, és mondom most ebbe a pillanatban, tehát el is sírtam magam, hogy nem hiszem el, és nagyon nagy hajrá volt a végén, mert hát mindig az utolsó pillanatban derülnek ki meglepetések. Úgyhogy így áll a könyv. Mennyire volt nehéz visszanyúlni ezekhez a személyes történeteidhez? Hát nagyon feltéptem a sebeimet, fel voltam rá készülve, nem ért váratlanul, sőt, egyébként is van egy koncepció felállítva a fejembe ezzel az egésszel kapcsolatban, mert az volt a cél, hogy először írjunk meg egy teljes átfogó történetet, és utána 4 részbe szépen még ki fogom bontani, mert ugye annyi minden történt ebben az elmúlt 50 közel egy évben, hogy ezt nem lehet besűríteni, főleg úgy, hogy ennyi tapasztalat, meg ennyi megélés itt van a birtokomba. És én azt vallom, hogy az ember a tapasztalatait és ezeket a megmérettetéseit nem azért kapja, hogy odaföntről néha így jól fejbe kolincsák, hanem inkább azért, hogy ezt megossza másokkal. És én ezt szeretném átadni, amiket megéltem, mert nem annyira hétköznapi dolgok. Mik még a hosszú távú céljaid, akár így egyénileg, akár pedig az Egyesület nevében? Hát az Egyesület ebbe az évben elérte azt, hogy 5 verseny van egy évben. Ez úgy néz ki, hogy május 1-én minden évben az 50 kilométeres bajnoksággal indulunk, utána jön a skanzenfutás nyáron, aztán jön nyár végén egy 100 kilométeres magyar bajnokság, jön egy őszi terepversenyünk, és október 23-án zárjuk egy 6 órás skanzen ultrával az évet. Tehát elértük a 4 év alatt, hogy fölállítottuk ezt a verseny szisztémát, és ebbe már nem akarunk tovább terjedni, tehát szerintem bőven elég 5 versenyt leszervezni egy évbe, így is 24 órát kíván. A másik jövőbeli cél az az, hogy tényleg ezt a plusz 4 kötetet még megírjam, és ezt kiadjam. Nagyon szeretném ezt így évente kiadni, és kibontani ezeket a részeket.
most már túl vagyok a nehezén, meg a megpróbáltatásokon, meg most már föltéptem annyira a sebet, hogy most már nincsen ott már más, úgyhogy most már csak gyógyulgat. Úgyhogy akkor gyerünk, akkor csináljuk. És hát az egyesülettel a további célok azok pedig, hát ugye nekünk azért indulnak szakosztályaink, tehát nem csak futunk. Azért is van külön szedve a pomázi futó bajnokok ese, mint futó emberek, akik egyébként bajnokok, mert sok más sport is benn van a tarsolyunkban. Elindítottuk tavaly ősszel a víz alatti rögbit, mint szakosztályt, és ennek a víz alatti rögbinek már lementek az edzőtáborai idén. Itt Szentendrén az úszodába tartjuk a búvár úszás oktatást és az uszonyos úszás oktatást, és természetesen nagyon szeretnénk, hogyha eljutnánk odáig, hogy akkora legyen a fiatal korosztályból a kereslet, hogy tudjunk ugye menni, és akkor merülőmedencébe mi is játszani. Ez egy nagyon különleges sport, viszont az egyetlen olyan sport, amit 3D-be tudsz megélni, és hihetetlen dolog egyébként, hogy szabad tüdővel víz alatt 4 méter mélyen rögbizel, úgyhogy nem egy átlagos sport ez sem. És hát így a teke szakosztályt akarjuk beindítani, ez lesz a következő lépcső, és hát így fejlődünk. Úgyhogy van előttünk bőven jövőkép. Én akkor, amikor megalapítottuk az egyesületet 2015. március 8-án, amikor ott ültem az asztal körül a 10 emberrel, én akkor úgy kezdtem, hogy azt mondtam, hogy a 30. egyesületi szülinapon a Skanzenba ez a 10 ember együtt fog lefutni egy félmaratoni távot, és elkezdtek nevetni, hogy ki mennyi idős lesz, mondtam, hogy maradjatok csendben, mert én leszek a legidősebb, úgyhogy csend legyen, ha én el tudom képzelni, akkor mindenki más tudja elképzelni. Úgyhogy szerintem, ha az ember egy picit megfordítja az életében, hogy miről hogy gondolkozik, előbb lásd a nagy képet, ahogyan egy puzzle-t is először úgy raksz össze, hogy megnézed a borítót, hogy milyen képet kell összerakni. És utána már azokat a kis részleteket az életedbe azt be tudod pakolni. Csak a lényeg az, hogy mindig lásd magad előtt azt a képet, amit szeretnél. Hát én a 30 évvel későbbi képet látom. És hát a skanzenfutás az pedig ugye most július 2. hétvégén lesz. Még esetleg annyit mondjunk el a nézőknek, hogy mit lehet tudni a résztvevőkről, hány emberre számítotok, illetve hogyha valaki szeretne jelentkezni, akkor az hol teheti meg? Hát a nevezést ezt lezártuk. Ez a rossz hírem. Akkor esetleg nézőként lehet nézőként, már csak kimenni. Egyébként ki lehet jönni nézőként, igen. Sőt, az a statisztikánk, hogy aki egy évben kijön szurkolóként, nézőként, vagy érdeklődőként, vagy csak látogatóként, az a következő évben nevezni fog a Skanzenre. Ezt rendszeresen, ezt már olyan statisztikán van róla, hogy hihetetlen. Tehát ha valaki nehezen tudja elszállni magát arra, hogy elkezdjen futni, igen, akkor ez egy nagyon jó lehetőség. Igen, nézzem bele mindenféleképpen. És elvesztettem a fonalat, hogy mi volt a kérdés. Hogy hány résztvevő? Ja igen, több mint 800 fő nevezett, ebből ugye ott vannak a gyerekek. Két dolgot nagyon-nagyon híreztelek most minden nevezőnek, hogy ne az utolsó pillanatban induljanak el, főleg ha Szentendréről jönnek, ne gondolják azt, hogy 5 perc alatt kim vagyok a Skanzenban, mert általában a 11-es útnak az első táblájáig, ahol ki van írva, hogy Szentendre, onnantól szokott állni a kocsisor végig a Skanzenig, tehát nem olyan egyszerű, és ugye 9 óra 30-kor van az első rajt, tehát ne 9-kor jusson eszébe, hogy ő kijön, mert a gyereket benevezte, ne késsék le, 7 óra 30 perctől lehet egyébként jönni, és hát jönnek több országból, Szlovákiából, Amerikából, mindenhonnan. Egy abszolút nemzetközi verseny, mondhatjuk. Abszolút nemzetközi, így van, és hát egyre nagyobb számban vesznek részt, úgyhogy én ettől nagyon-nagyon boldog vagyok, és mindig szoktam egy picit beszélni, amikor megnyitjuk a napot, és mindig el szoktam mondani, hogy eszméletlen hálás vagyok azért, hogy tényleg meg tudtam valósítani azt az álmomat, amit annyira mélyre elástam, és annyira nem mertem róla sose beszélni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk a stúdióba, egy fantasztikus beszélgetés volt, azt hiszem, és hát nagyon sok erőt kívánunk neked. Köszönöm. Egyrészt holnap utára, hiszen a Tiszatót fogod körbefutni, ami 111 km lesz, és 33-4 fokot mondanak, úgyhogy ezt sok erőt kívánok, illetve nagyon jó versenyt. Köszönöm, nektek. Köszönöm szépen. Salai Zsuzsanna, a pomázi futóbajnokese vezetőjével beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, viszontlátásra. Thank you.